műsorunkon, készültünk egy kis műsorral, hát vártuk, nagyon már ezt a napot, vártuk nagyon a karácsonyfát, a vakációt, a havazást nagyon vártuk, pedig mikor megyünk már szánkózni, milyen lehet megyünk szánkózni, úgyhogy reméljük, hogy januárban ide visszatérünk, akkor ára szánkót is készítünk. Hát három hónapja tanulunk újra, már visszarázódtunk, belerázódtunk, olvastunk, írtunk, számoltunk, játszottunk, összevesztünk, kibékültünk, mindenfélét itt csinálgattunk, elfáradtunk, úgyhogy most már következik a jól megérdemelt kis vakációnk, 3 hét lesz a vakáció. Arról nem beszéltünk, hogy milyen házi feladatunk lesz a vakációban. Én azt most így gyorsan elmondanám, hogy hát pihenni kell, játszani kell, kinn is kell lenni a levegőn, ne üljünk benne 3 hétig a meleg szobában, mert aztán januárban, ha elindulunk újra iskolába, akkor nem leszünk hozzászokva a friss levegőhöz. Olvasgassunk is egy-egy kicsit, fiúk. Legalább 2 mesét, 2 mesét, és a lányok pedig, amit eddig olvasgattunk a magyar tankönyvben, azokat a szavakat és azokat a mondatokat ismételjük úgy, hát úgy néha-néha, ne fáradjunk nagyon vele, de ne is zökkenjünk ki a kis ritmusunkból, és akkor 3 hét múlva találkozunk. Most pedig fogadják szeretettel a műsorunkat. 3 kis részből áll, az első része a télről és a hóról szól, a második része, ott már kell egy kis időnek, hogy mi jelmezt öltünk, az egy kis színdarab lesz, egy kis fenyőfás színdarab. A harmadik része pedig a Jézus Krisztus születése, tulajdonképpen az, amiről a karácsony szól. Fogadjátok sok szeretettel, kicsit izgulunk, de biztos jó lesz. Jó hangosan,
Nyuci körbejárta, körbejárta, úgy csodálta. Ez is fenyő szésda, karácsonyi díszben áll. Szalon, cukor, tarka, balka, csírókasok, gyertyalajta. Karácsonyi faszésda, erdőbeli kismadár, mókus, nyuci. Hogyha látná, igazán csak most csodálná. Mégsem összék karácsonyfa, aztán mégis elővették, díszítgették napról napra.